csináltok úgy, hogy ide néz mindenki? Áron, állsz úgy, hogy oda állsz beálljékhoz, hogy mindenki rajta legyen. Köszönöm. Dórika, esetleg. Mit? Hát, hogy levetted a topot róla, vagy nem? Nincs, de rajta van a top, de nekem olyan, hogy... Vikinek benne van a csurkája. Latko, állj meg! Nem. Jöttök? Videót csináltam, mit csinálja? Nem tudom, a jókat kérem beküldeni. Jaj! Videó él mindent. Mindjárt. Ez egy gurulós, igen. Noli, te jobban fogtál csinálni. Olyan csinálj vele, ahol minél többen vagyunk a csoportból. Úgy megyünk. Jól van. Megyünk a tömeg felett. Megyek be vigyázni. Most hallgatjuk, mit mond a bácsi. Egy olyan bejárat, amit már az őskori emberek is ismertek és használtak, így a barlang ismert volt az úgynevezett csüki és hallstatti kulturális ősember által. Ezt a termet például a hallstattiak temetkezési helynek, míg a fekete termet, amit majd később látunk, lakhelynek, téli szálláshelynek használta a brüki kultúra embere, megfigyelvén azt, hogy a barlangban télen is plusz 10 fok van, így a túlélés esély nagyobbak, mint kint a felszínen. A barlangrendszer alkeleki részét így igazából felfedezni nem kellett, a későbbikor embere is hamar megtalálták maguknak, így Európában másodikként alkeleket nyitották meg a nagy közönség előtt 1801-ben. Akkor még csak 1 kilométert ismertek a barlangból, de a vendégeknek nehéz dolguk. Helyenként térdig vagy derékig érő 10 fokos barlangi patakban gázoltak, kezükben fáklyákkal, melynek nyomait most is őrzi a barlangrendszer. Végig a túránk folyamán látjuk majd ezt a feketés szín, ami koronarakódás, mert a gyanta és a fagyúknál később ilyen korgoszó szurok fáklyák ilyen nyomokat hagytak a barlangban. A barlang első jelentősebb feltárása 1825-ben kezdődött. Vas Imre Gömör-Torna vármegy akkori földmérője kihasználva az alacsony vízállást, az addig ismert végponton átjutva eljutott a jósafői óriások termék, ami innen Akterektől már 6 kilométerre található. De a barlang főágának jósafői utolsó szakaszai csak 1922-ben Kafka Péter fedezte föl, és neki köszönhetjük a jósafői mesterséges be is kiállatot, így azóta lehet jósafőnél be vagy kijutni a barlangrendszertől. A barlang további érdekesség, hogy átnyúlik Szlovákiába. 1926-ban egy szlovák határőr fedezte fel a szlovák bejáratot, míg 1932-ben kezdte Hubert, egy magyar barlangkutató nagy nehézségek árán, egy kúszó folyosón, ami 860 méter hosszú és helyenként teljesen víz alatt van, átjutott a szomszédos szlovákok által Domicának nevezett barlang szakaszban. Bebizonyítva ebben a kettő közötti összeköttetés létezését, így azóta tudjuk, hogy a Baradla szerves része, vagy a Domica szerves része a Domicának, mert hogy egy mellékoldalát onnan folyik át a Stix patak vize, ami a hangverseny teremtén lép be a Baradla, a magyarországi részekre. Mi majd az Aheron patak mentén haladunk nem sokára, mert a hangverseny teremtén kísér minket, míg a két patak egyesülve valamikor, 1982-ig aktív vízfolyásként halad tovább, több mint 6 km a jósafői szakaszokra, és ott tűnt el végleg egy víznyelőben. A barlangrendszer a évek folyamán egyre bővült és bővült, az elmúlt 2-3 évben újra fellendültek a feltárások, így az eddigi 25 km helyett a barlangrendszer elérte mára a 30 km és 200 métert.
Mi ebből most 1 kilométert látunk majd a hangversenyterem érintésével, és szerencsés esetben innen 1 kilométerre egy mesterséges kijáraton hagyjuk majd el a barlangot, azért nem tudok pontosan, mert én is most látok, és először ez az első. Azt mondták, induljunk el, aztán minden út Rómába vezetek, megpróbálok a kijáraton. Na, azt se lehet ez, mert végül Szlovákiában a kecsői kocsmába bukkadt. A rendszer maga nem más, mint egy őségi föld alatti folyómeder, körülbelül 1,5-2 millió év alatt alakul ki. Egyes szakemberek szerint nem lehetetlen, hogy ez ősajómedrében járunk. Mert a harmadban található holdalék minták megegyeznek az innen 15 km-re felsőszint haladó sajómedrében találhatóakkal. A barlang egyébként 3 szakaszban látogatható. A barlang szlovák részén innen 1,5 kilométerre van egy 700 méter kiépítve. Itt vagyunk az Apeleki 1 kilométeres rövid túrán, illetve innen 4 kilométerre nyílik a Vöröstúrnál egy mesterséges bejárat, ahonnan egy 2300 méteres középtúrán lehet részt venni, amelynek vége Jósafőn van, onnan a sofőröket visszavisszük a bejárathoz. A Vöröstúri középtúra minden páros órában indul, és körülbelül 100 percet vesz igénybe. Egyébként Jósafőről 2 időpontban 11-kor és délután 3-kor jó rövid túra is. A kijárattól a legnagyobb terenyék az óriási fel még egy 700 méter, és ugyanazon az úton kell visszaérni, és az Jósafőn is ér véget, ha valaki kimondottan csak az óriási terenyét szeretne látni. A barlang az utolsó körülbelül 6-800 éven kezdett el szárazzá válni, innentől számítják a cseppőképződmények megjelenését is, míg a felszíne hulló csapadék víz környezetéből széndioxidot felvéve, szénsavas vízként halad tovább a hajszálemedéseken és közben olajvíz követ, melyet a barlang üregében később újra lerak, így a mennyezeten függő cseppkövek stalaktit képződmények jönnek létre, míg a talapzaton tömzsik álló cseppkövek a stalagmitok, és ha ezek összetörnek, a stalagmát a cseppkő oszlop. A fejlődési sebesség viszont nagyon-nagyon lassú, egyetlen egy köbminiméter, ez 10-15 évre is szükség lehet, míg a nagyobb képződmények itt a túra közben, amit majd látunk is, több tíz, esetenként pár 100 000 évesek is lehetnek. A Vöröstúri középtúrában a barlangmedence legnagyobb cseppkőve, amely 19 méter magas, korán 830 000 évvel határozták meg. A legrégebbi viszont a fejünk fölött lévő kőzetanyag, mely körülbelül 200-240 millió éves, 50-70 méter vastagságban van a fejünk fölött, és a legmélyebb pont a túránk folyamán a hangversenyteremnél lesz, ahol 100 méterre leszünk a felszíntől számítva. A kőzetanyagról annyit érdemes még megjegyezni. A víz nagyon könnyen talál utat magának ebben a mészkőben, így Apelek 50 km-es körzetében körülbelül 1500 kisebb-nagyobb barlangot találhatunk a történelmi Dömör-tornyai gazdban, mely 1995 óta szerepel az UNESCO természeti világörökség listáján, mely összesen 4 tétel szerepel, és ezek egyike ez a terület. Ezek közül tehát a legnagyobb és legkorábban megismert barlangban a Baradda-Domica barlang rendszerben vagyunk most. Mielőtt tovább mennénk, el kell mondanom, hogy a barlang látogatása szabályokhoz van kötve. Túránk folyamán itt tilos a dohányzás, a szemetelés, a cseppkövek érintése esetleges megrongálása, fotózni viszont szabad, vakuval, vaku nélkül bármilyen módon, csak emiatt külön lemaradozni a csoportról nem lehetséges. Még nagyon fontos, hogy tilos az utánunk haladó barlangi meddék és a túravezető etetés. Ez jó. Gyönyörű szép. Nézd arra, Robben, de gyönyörű. Fú, itt még hidegebb van, érzitek? Érzem, igen. Nézd, hogy csillog. De miért? A kristály. De gyönyörű.
tartom biztos. Igen. Így itt jobb oldal, tehát a frontalákat egy asztmaszanatóriumot alakítottunk ki, mivel a vírus előtt három kubikus sikerült végén fogunk el rajta, annyit jelent, körülbelül 500 féle élőlény család, és sajnos az egy művészetben mikrofonokat. A szabad szemmel látható állatok száma 2, a barnangi vakrák és vakászka 1 cm nagyságrendű búfér vak is állatok, még a vakrák az érdekesebb, ő ugyanis csak itt az Aktereki tart barnangélban él, egy endemikus faj, sehol mások a világon nem találták még meg, így a neves napolitan Bifarbus Akterekiensis. Ez majd a túra végén visszakérdezem, aki nem tudja, nem engedjük ki a falat. Ezen kívül vendég állatként, ha szerencsénk van, találkozhatunk denevérekkel. A denevérek nyáron a nappali időszakot télen téli állatokat törzik ütelen. Általában a hosszú agyú hölgyeket szeretnék legyőzni. Ez egy óriási nagy tévhit, nem igaz, a rövid agyúakat, sőt a kopasz nőket is. A tetevérek egyébként félnek tőlünk, nem tapasztalnak a hajba, rovarokkal táplálkoznak, és jelentően csak télen vannak idelentek, tudjuk, hogy körülbelül 3500-4000 tenevér jelen itt a Balaton Dobusza rendszerben a télén. Azért mondom, hogy szerencsénk van, nagyon ritkán esetleg látunk, hogy megfelelő tenevér van a Balaton. A kicsőményeknél különböző színeket is látunk. Ezeket az befolyásolja, hogy menet közben a cseppköveket létrehozó víz milyen más ásványi anyaggal találkozik, még a mészkőben kívül. Alaphelyzetben a tisztán kioldott mészkő hófehér, vöröses szint vasoxid idézelő, zöldes szint rézoxid vagy zöld növényzet, míg a feketés szint is említettem, koronárakult ásvár mangánért is lehet. Egyes cseppköveket az első felvállók látogató fantáziadében ütettek, hogy a hátam mögött veszik alul egy hatalmas nagy teknős léka. A teknős léka hátány, a felvállók készítő csat, ölözve barraként hatásállóként felakadott kultúrát pászánló. Ezek egyik a jobb, a másik vezet, és látjuk a balpáncát. Támol a jobb oldalt a templomi szószék, és őne jobbra a hosszabban lelógó naposabb képződmény a sokunk által tapasztalt. Világhírű anyós nyelv kicsinített másra. Érdekessége, hogy egy 1831-ben kialakult Washington térképen a képződmény már szerepel. Tovább sétálnak innen, a következő megálló helyben a hasmesőteremben lesz. Az A3 patas mentén haladunk, a vízvégében maximum 64-es gyönyörű tükörképet látunk. A mennyezet tükörképe azt hiteti el, hogy hatalmas szakadékok mellett haladunk. Mert hogy tovább mutatni, hogy baloldalt, hogy a székeket nem találunk, a székek mögötti érekkel meg várhatunk. Ott a nagy teknős béka. Judit, ide gyertek, itt a teknős béka. Ez a nagy. Itt előtted. Nézd, de szép ez itt. Viki, nézd fel, milyen szép. Nézzetek fel.
Gyönyörű, mi? Mennyire? Tök olyan, mint aha. Hol az az? Az érzékszerveidet becsapja. Gyönyörű, szép. Aha, tényleg. Látod, milyen? Tök olyan. Ott egy, mint egy szellem lenne, ott a nagy lepel rajta. Fejre vigyázzon mindenki! Az azt a több mint 30 kilométert szép lenne bejárni. Gyönyörű. Ezt nézzétek majd meg. Hát itt tényleg a érzékszerved becsapódik. Akkor várjál, mert nem vagyok olyan biztonságban magammal. Figyelj, így ránézel, na melyik a fel meg a le? Azt a mi? Nagyon komoly, és itt is a víz. Nézzétek csak. Ránéztek, melyik a fel meg a le? Igen. Hát nézz oda rá, ja, a víztükörre. Ezt tűztük már mióta. Hát az fel. Nem, az a víz életlen. Az a víz? Ott is rincs el. Jó, kézbe. Ja, ott, az, mint kifele jön? Igen, az is tett körbe. Ú, de gyönyörű. Rájtam. Miért nem tiszta? Állíts normális, tehát ne nagyítva fotózz, akkor izé. De mit normálisan? Hát ne nagyíts rá a képre, hanem simán fotózz le. Gyönyörű. Túl van az izé, a túravezető? Nézd, de szép tiszta! Beverted a fejed? Milyen? Úsznál benne? Hú, ezt nézzétek meg, ha hallod! Gyönyörű.
te gyönyörű. Sziasztok! Gondolom. Így a vendégeknek, mindenkinek egy lámpát adtunk, és 4,5-5 óra múlva értek ki a felszínre Jószak-tövér tengerben számolt. Ez a túra felpillanat technikai a szünetel. Még említettem, itt lehet egy csónakáron egy 400 méteres tavon, a víz 1982-ben megszűnt. Így ebben megszűnt a csónakáron lehet. További érdekesség a teremnek jobb oldalában, mint a szlovákiai összekötő folyosó, melyet Kessler Hubert fedezett föl. Így innen 860 méterre van Barnagon keresztül a hivatalos államhatár, melyet 1938 és 2007 között még látható vasrácsok is védtük. Hogy kipróbálhassuk az akusztikát, itt a hangverseny teremben zenét fogunk majd hallgatni, két zeneszámmal, az egyiket ilyen fényjátékkal, a másikat majd fényjáték nélkül. Addig kérem majd itt a terem hátuljában a székek mögött téren helyezkedjenek el középcsájon, ott a legjobb a hangzás. Leülni nem tilos, de a székek hidegek, vizesek, meggondolom. Thank you.
Nézd, de szép tiszta. Rita, ez ilyen tiszta. Hú, de gyönyörű. Ó, de gyönyörű. Nézzétek azt a nagy függő állócsepp köveket ott. Ne áll is le, csak ezt nyom meg, ha oda mentem. Azt. Fázol? Fekete terem. Ebben a teremben az úgynevezett kultúrrétegben találták meg a kiember szövetkúrmányai bűzrakó helyeket és a bűki kultúrára jellemző kézzel készített vonaldíszítés és kerámiát. Ők a másik természetes bejáratot, a denevérákat használták, így 120 méterre jöttek be idáig, és ez volt az első nagyobb terem, ahol a hálószobát kialakították, és innen jártak ki mindig a felszínre. Ez azért érdekes, mert a barlangoknak általában az ősemberek csak az első 10 méterét használták, itt viszont valószínűleg víz után kusnak jutottak el a aktivizes részekig, mert ha mi lemennénk, vissza jutnánk a teknős békához, a patakhoz. Ez a rész viszont annyival magasabban fekszik, hogy itt szállatban magasabb magasabb a legnagyobb árvizek idején. Végig járjuk, menjezem, hogy így látok, hogy felvezetek a felszínre, vagy jobban van, hanem egy felé, hogy itt is vannak hatásjelenek, visszatekintve a hatásjelenek felé látható a kérdés magója tárgyának van. Ebből jobbra a széna bogja,
mögötte pedig a napterekérés legmagasabb cseppőben a 13 éve óriás cseppő. Teljesen kicsit az élet, a gyermekek kezdenek el a végigvás, nem csak a tigris. A tigris még a terem közepén, a terem látványát meghatározó gyönyörű oszlop, Széchenyi István gróf emlékoszlopa. Érdekes, hogy nem járt a barlangban, mégis róla nevezték el ezt a cseppkövet, viszont biztosan tudjuk, hogy járt itt Kossuth Lajos, Petőfi Sándor, Csokonai, Tompa, sőt még Ferenc Ferdinánd is. Jobb oldalt látható még a Gyémán palota, velünk szemben egy képződmény az ekkori ősembert ábrázolja, Tolzomból szakára haja látszik, bal zsebében pálinkás üveg. Nem már akkor is hideg volt ide lent, és innen is tudjuk, hogy a pálinka tényleg hungarik. Végül bal oldalt a sarokban a terem legjobb fantázeneve talán a busójuhás subában, kucsmában nekünk hátra. A következő terem, amit keresztül fogunk sétálni, az oszlopok csarnoka. Az egész 30 kilométeres barlangban, ugyanis ebben a teremben van a legtöbb képződmény, amely már összenőtt a mennyezettel. Így majd kérem önöket, ha tovább haladáskor nem az első, a második kapcsolónál állunk majd meg a lépcsősor tetején. Behúzom. Nézzen, ez is így, hogy áll itt. Igen? Körülbelül. Egész fülyembe tudod? Igen, mondom, azért még belehúzhatsz egy ilyen vízbe, egy olyan 10 fokot. Ki megy az álom a szemedből? Azért nem aludtak azok egy teljesen. De éhesek sem aludtak a sorsan. Nem. Tehát így is fázol. Hozzuk a bundát. Itt az oszlopok csarnoka. Ja, oda kell bedobni pénzt. Várjál. Na, dobtok pénzt? Azaz. Nem látom. Aha. Ja. De gyönyörű. Anya.
tessék. Ott is van. Beton 26 éves, ezek 26 éves cseppkövek. Ezek a fehérek. Ezek. Igen. Ezek. Maradj! Na, ennyitek! Hát? Jó! Oda le lehetne zuhanni. De kit lógnak a szalonnák, meg a kolbászok. Azt mondták. Jó, még mindig gondolt értem.
Na, maradjatok. Várja? Jó. Ott mi van lent? Semmi. Na menjetek! Menjetek előrébb egy picit. Anyudék nem férnek be. Köszönjük! És megérkeztünk a Jósva fői tengerszemhez. Úgy látom, itt fürödnek is.
Na gyerek, ez gyönyörű. Sok kis béka. Itt se olyan döntött a part. Miért csak ott Miki? Nem? Gyönyörű szép tiszta. Ennyi 10 fokos körülbelül? De jó! Gyere, ott a forrás, Viki, nézd csak! Lehet, hogy tudunk ott inni. Hú, de gyönyörű! Hát ott itt jön fel a föld alól a forrás. Hát ebből tuti lehet inni. Hát ott is veszik is a vizet belőle. És ott van a tó hátul. És mindenfele itt csörgedeznek a patakok. Arra is fel lehet tovább menni a szúdokon keresztül. Ott fürödnek a tetején.